Sárkányhajók lepték el hétvégén a sóstói csónakázó tavat. Negyedik alkalommal szervezte meg a Sóstó Gyógyfürdők ZRT a nagy népszerűségnek örvendő sárkányhajó fesztivált. Az érdeklődés a korábbi években akkora volt, hogy idén már 18 csapatnak adták meg a lehetőséget evező tudásuk összemérésére. 18 csapat indult, ami külön örömhír, hogy ennyire hirdettünk nevezési lehetőséget, és mind a 18 hely elkelt, úgyhogy ez egy szuper jó hír. Különösen annak tekintetében, hogy sárkányhajóban esetleg nagyobb kultúrával rendelkező, tőlünk nem messze lévő folyóparti, vízparti városokban nem tudták megszervezni a versenyt. Ilyen 5-6 csapat nevezett, és így elmaradtak a versenyek. Talán ennek is köszönhető, hogy nálunk itt meg összpontosult, de azt gondolom, hogy nem csak a szerencse van ebben, hanem az, hogy az előző 3 évben is nagyon jól érezték magukat a csapatok. És hát most az idő annyira nem kegyes hozzánk, de ennek ellenére itt vannak, és bízom benne, hogy az itt mai napon is nagyon jól szórakoznak. A nevezők között voltak messzebbről érkező csapatok, indultak egyesületek, tánccsoportok, de még a Városháza csapatának is szurkolhattak az érdeklődők. Mi másodszor érkeztünk erre a versenyre, hiszen, ahogy elhangzott, igyekszünk minden alkalmat megragadni, hogy a közösséget építsük, meg hasznosan töltsük a szabadidőt, nagyon jól érezzük magunkat. Az már látszik, hogy nem mi fogjuk nyerni ezt a versenyt, de nagyon jó itt lenni, és nagyszerű ez a kezdeményezés. A Szabolcs Néptánc Együttes 3 csapattal is indult a versenyen. A Szabolcs Tánc Együttes apraja nagyja itt van, több mint 35-en érkeztünk versenyezni, mivel 10 fős csapatokat kell kiállítani, 3 csapattal neveztünk be. Egyébként is majdnem minden este kijövök, mint a településrész önkormányzati képviselője, mint magánember, kerékpárral, vagy gyalog, vagy barátokkal. Itt zsong az élet minden este, mindegy, hogy esik vagy nem esik, állandóan telt ház van Sóstón. Július 20-án újabb egésznapos programmal várják az érdeklődőket Sóstóra. 10 órakor kezdődik a Barkács-Bogrács amatőr főzőverseny, ahol kóstoló jeggyel bárki megkóstolhatja az elkészült ételkülönlegességeket, de kísérő produkciók is lesznek a Krúdy Vigadó előtti téren felállított színpadon.